Rákosmente önkormányzata február 28-án tartotta rendes ülését. Riz Levente polgármester beszámolójában kifejtette, hogy tavasszal egy 19 utcát érintő nagyszabású útfelújítás veszi kezdetét a 17. kerületben, valamint utalt arra is, hogy jelentős előrelépések történtek a Rákoshegyet érintő reptéri zajszennyezés ügyében. A képviselőtestület tagjai továbbá elfogadták az önkormányzat idei költségvetését. A februárban esedékes képviselő testületi ülés Riz Levente polgármester beszámolójával vette kezdetét. A városvezető utalt rá, hogy korábban Kocsis Mátéval, a Fidesz budapesti elnökével együtt levélben kezdeményezte Orbán Viktor miniszterelnöknél a főváros belterületi földútjainak leaszfaltozását. 2018-ban a kormány elfogadta a javaslatot, és az anyagi forrás biztosítása mellett pályázatot írt ki a kerületeknek. A tender lezárult, Rákosmente pedig 1 milliárd 152 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ezt az összeget az önkormányzat még további 309 millió forintnyi önrésszel egészíti ki. Riz Levente továbbá elmondta, budapesti viszonylatban is kiemelkedő nagyságrendű fejlesztési csomagot sikerült összerakni. A beruházás tavasszal indul el, és 19 utcát érint. A munkálatok keretében többek között a Bélatelepi, Cinkotai, Bártfai, Lemberg, Újlak, Széchenyi és Borsó utca, nyáron pedig a Zrínyi út teljes felújítása fog megtörténni. A városvezető kiemelte, a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér használata során keletkező és elsősorban Rákoshegy kerületre is sújtó zajterhelés ügyében szintén előrelépés történt. Rákosmente önkormányzata januárban beadvány nyújtott be, amely egy korábbi zajmérési vizsgálat eredményeit tartalmazta. Az ezekkel kapcsolatos szakvéleményt a rákosmente.hu oldalon is közzéteszik. A dokumentumok egy próbaper anyagát fogják képezni, melynek költségeit a helyhatóság állja. Tarlós István főpolgármester szintén a kezdeményezés mellé állt, ígérete szerint pedig megpróbálja elérni az éjszakai repülőjáratok teljes betiltását, legalább a mélyalvás időszakára. Az általa képviselt távlati tervek között a fennálló zajterhelés további csökkentése érdekében egy kisebb repülőtér megépítése is szerepel, amely a fapados légitársaságok járatait, valamint a teherforgalmat fogadhatja majd. A közbiztonsági beszámoló keretében Keller Éva, a 17. kerületi rendőrkapitányság megbízott vezetője, a biztonságos közlekedésre hívta fel a figyelmet. A testületi ülés a napirendi pontok elfogadásával folytatódott, melynek keretében a képviselők 14 igenszavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadták az önkormányzat 2019. évre szóló költségvetését, amely az előző esztendőkhöz hasonlóan ezúttal is stabil alapokon nyugszik. Riz Levente polgármester hangsúlyozta, hogy a helyhatóságnak nincsen adóssága, ahogyan nincsen költségvetési hiánya sem, a bevételek pedig mintegy 3 milliárd forinttal bővülnek.